Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Róka Máj soron következő adása. Én, mint mindig, Bors Rihárd vagyok most is. Mai vendégem Zilai Dorottya, Zilai János lánya. Üdvözöllek, szia! Szia, üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatókat. Apropó, ami miatt most beszélgetünk, az én utánkereséseim, János könyve, amit ugye te dolgoztál föl, te írtad át, és ugye a mostani legutóbbi Fehová jelent meg. Ez már a második kötet. Miként zajlott ez a munka? Milyen írások adják a kötet gerincét? Mesélj egy kicsikét az előkészületekről, illetve magáról a könyvről. Ez a könyv valóban most a 2023-as Fehován jelent meg. Az érdekessége ennek a kötetnek az, hogy a közös munka édesapámmal 2013-ban, 10 évvel korábban kezdődött el. Akkor édesapa egy elég nehéz helyzetben volt, mind egészségügyileg, mind magánéletileg. És az a mankója volt abban az időszakban, azt mondta mindig a kórházban is, hogy ő szeretne még egy kis kutyát felnevelni. Van egy kutyája, akihez szeretne hazamenni, és ez mozgatta őt. És akkor történt egy nagyon sajnálatos esemény, hogy az ő távolétében ezt a kutyát elütötték. És ott éreztem azt, hogy, hogy szokták mondani, hogy rezeg a léc. Tehát megijedtem, és ezelőtt a történés előtt én már láttam ennek a könyvnek az előzményeit, azokat a kéziratokat, amik valóban ilyen kockás füzetek lapjain heveltek, és együtt átolvastuk őket. Elmondta édesapa, hogy szeretne egy ilyen vadászkutyás könyvet írni, és akkor azt találtam ki, hogy én elkezdem begépelni ezeket az írásokat, és így próbáltam egyfajta célt vagy segítséget nyújtani a közeli jövőhöz neki, hogy akkor valamivel elinduljon. És így indult ez a munka, ez 2013-14-re tehető nagyjából. Én mindig begépeltem valamennyit ebből az anyagból. Ez egy ilyen 20-as nagyságrendű számbelileg írás volt. Vegyesen fejezetek, kutyás történetek, meg szakmai részek is a vérebvezetésből, és ezt mindig elvittem neki, egy kettőt, hármat, ő belejavított, visszaadta, és akkor így kezdtünk el együtt dolgozni tulajdonképpen ezen a könyvön. Ami nehézség volt a könyvvel kapcsolatban, az az illusztráció, és ebből úgy rököltem is a későbbiekre. Illetve volt egy ilyen elvárás, vagy vágy a vadásztársadalomtól, ismerősöktől, hogyha kijön majd egy könyv, akkor szerettek volna Gemencről hallgatni. És akkor Miram elkészült nagyjából ennek a könyvnek a törzsanyaga, és ő előállt vele, hogy megjelentessük, akkor jöttek ilyen kérések, hogy de hát Gemencről mikor, és miért nem Gemenc lesz az első. Így aztán igazándiból ez a könyv egy picit bekerült a fiókba, és akkor megjelent 2016-ban az Én Gemencem című könyv, ami szintén egy közös munkaapával. Ő erre fókuszált abban az időszakban, de mindenki tudta, hogy vannak kutyás írásai. És akkor így a halála után én megörököltem ezt a feladatot. És ami az én szerkesztői munkám volt, az tulajdonképpen az, hogy nem volt a könyvnek egy konkrét vonalvezetése, nem volt egy vezérfonala, azt kellett kitalálni. Voltak hiányérzeteim, hogy még szükség lenne anyaghoz, és a kéziratokból keresgélni, hogy mi az, ami ide használható. És aztán tulajdonképpen én így rákjárásba először képesanyagon gyűjtve, aztán az írásokat átnézve, a vezérfonalat megtalálva szerkesztettem meg ezt a könyvet, segítséget ezt. Nehéz volt a képanyagot összeszedni? Nehéz volt, mert pont például a karapancsai idők azok, tehát a Jakabbal kapcsolatos képek egy része baj lesz is, amíg vesztek el. A képanyagoknak a nagyja az régi diákból, dobozokba tárolt képekből, fotóalbumokból származik. Itt a Polster Gabi meg a Vidadani segítettek visszareprózni a fotókat, és akkor közben még vadász vendégektől, ismerősöktől, barátoktól kértem képeket, és amikor megvolt a beszkennelt vagy visszareprózott képanyag, akkor kezdtem el megnézni, hogy ez hol használható egy-egy történethez. Ugye a könyvben rengeteg kutyát is megismerhetünk. Mesélj róluk egy kicsit. Számomra az egyik legfontosabb a Lurkó. Ő volt édesapámnak az első kutyája, akivel elkezdte az utánkereséseket, de ő még nem egy vérebb volt, ő egy tacskókopó keverék volt.
és a 2019-es egyik utolsó riportban hallhatjuk azt tőle újra meg újra, hogy egy isteni tehetség és talentum volt a Lurkó, és tulajdonképpen ő nagyon sokat tanult a Lurkótól, azért volt az ő számára fontos, és én szerettem volna, hogyha vele indul a könyv, viszont érdekes, hogy nem volt meg az írás. Tehát amikor mi ugye a törzsanyagot együtt dolgozva összeraktuk, és volt egy kis tartalomjegyzék, abban még nem volt a Lurkó. És akkor én elkezdtem ilyen riportokból innen-onnan összeszedegetni anyagot, hogy talán majd egy előszoba valahogy felvezetem, induljon vele a könyv. Na és ez az érdekesség, hogy ezt a könyvet mi tovább is együtt írtuk, mert egy teljesen más füzetben, teljesen random helyen, azt a füzetet megfordítva, hátulról keresgélve, hogy mi van még ott az írások között, megláttam azt a címet, hogy Történetek Lurkóval. És akkor onnan tudtam, hogy tényleg mi együtt írjuk tovább ezt a könyvet. Úgyhogy az egyik legfontosabb a Lurkó, aztán jön Vanta, ővel 1987-ben megnyerték az Országos Vérebb versenyt Hamuházán. Őre a gyerekkoromból emlékszem, mert egy nem csak munkakutya volt, hanem a család kutyája is volt. Ő Galga Mácsáig kísért minket, és a Csúziréti Könyöklő tölgy alatt lett végső nyugalom, hogy nagyon szép helyen, ott jártam nemrég is. Emlékeztem rá. Aztán jön Jakab, vele ugye édesapa nemzetközi vérebb verseny első helyezést nyert, egy gyönyörű szép tigris csíkos vérebe volt. Aztán jön Bajlesz, Béda, Putyin. Volt több kutyája is, tehát mire én gimnazista és egyetemista lettem, ott volt a Dorka kutya, Fővadász című filmben látható, volt Gina, volt a Tembó, akit a könyvben is megemlítünk, de hozzájuk nekem már nem volt úgy kötődésem. És akkor ugye a Putyinnal, Putyinos képpel zárul tulajdonképpen a könyv. Ő túlélte az édesapát, és mai napig dolgozik, illetve a Merkel nevű kutyája is dolgozik mind a mai napig. Itt azért nem tudok elmenni Putyin és Merkel mellett, ha akarsz reagálsz rá, ha akarsz nem, de azért ez érdekes. Hát igen, tehát hogy apának a humorát ugye sokszor felemlegetjük, akik ismertük, és ez megmutatkozott abban is, hogy a kutyáinak milyen hívó nevet adott. Ilyen volt ő, igen. Zila János ilyen neveket adott a kutyáinak. Melyik volt a kedvenc? Hát ezt a kérdést feltették már neki is mások, és szerintem pont ezek a kutyák, akik itt a könyvben ki vannak emelve, tehát Jakab is, a Bajlesz is, Vanda is, és mindegyik kutya szerintem másért. Tehát más volt az utánkeresésekben is a típusa a kutyának, ez ugye történetekből kijön, hogy Jakabnak hihetetlen nagy lendülete, húzó ereje volt. Másért lehetett számára fontos a Vanda, aki az első komoly vérebe volt, aki egyébként egy ilyen végtelen szelíd kutyahölgy volt. Mindegyik szerintem így másért, és aki éppen volt, ő vele voltak egy olyan szoros tím, hogy maximális bizalommal volt, ugye ezt le is írta apa mindig a kutya felé, és hagyatkozott a kutyára, akár a keresésnél is, mert lehet, hogy jobban tudja, mint ő, hogy most mi fog itt történni. Úgyhogy szerintem mindig, aki volt éppen, ő volt a legfontosabb. Igen. Ugye rengeteg kutyanév elhangzott, egyet muszáj kiemelni, és most nem a politika felé fordulok, Bajlesz. Igen. Tehát azért ez nem egy tipikus kutyanév, tehát tudsz erről valamit? Igazándiból így konkrétabban nem tudok, hogy Bajlesz miért Bajlesz lett. Volt nekünk mindenféle, tehát egy Pacskár nevű kutyánk, meg bármiféle nevet rá tudok takasztani a kutyáira. Hát ezt olyan viccesnek találta szerintem. Nem valószínűleg sokat rakoncentrálkozott. Szerintem ő szeretett így meghökkenteni embereket, vagy így. Tehát azért egy nagyobb társaságban, akár egy versenyen, akár egy véremes eseményen hívni a kutyát, hogy baj lesz. Tehát nyilván itt a humor volt mögött. Hát igen, mert azért... Bajság volt még a beceneve egyébként. A Bajság, a Jakabnak a jaksi, tehát becézgette a kutyáit. A Bajlesszel együtt őszültek meg, tehát együtt vonultak nyugdíjba, együtt őszült az akáluk.
Ugye édesapád első könyve nagy sikerrel robbant be a vadászirodalmi piacra. Milyen volt a fogadtatása a második könyvnek? Mind a két könyvnek szerintem nagyon jó volt a fogadtatása. Más a titkuk ezeknek a könyveknek. Az Én gemencem könyv az egy múltidézés, egy ilyen időutazás vissza a rendszerváltás előtti időszakba. Általános jellemzése a gemenci kerületeknek, a rendszerváltás előtti régi vadászatoknak a felidézése, a régi kollégáknak a megemlítése, az olyan jellegzetes alakokat idéző fel, mint Parti Pista bácsi, Berek János bácsi, ugye nem olyan régiben hunyt el a Bangósanyi bácsi, Bányai János bácsi, vagy Böröcki Kornél, aki apnak az első főnöke volt. Ezek vegyesen történetek magáról, a gemencről, a vadászatokról, a vadászvendégekről, ugye konkrétan egy-egy nevezetes, emlékezetes elejtésről, és szerintem ennek a könyvnek ez volt a sikere és a titka, hogy egy olyan korszakba lehet visszatekinteni, ami már tényleg a múlt, egy picit talán titokzatos is ez az időszak, az akkori kormányvadászatokkal akár, másrészt nem volt, aki meséljen róla. Tehát, hogy nem volt már nagyon más, aki írhatna erről az időszakról, és ennek a könyvnek szerintem ez volt a sikerének a kulcsa. És a másodiknak? A második könyvnek nagyon pozitív visszajelzéseket szoktam kapni, tehát ennek az egyik sikere szerintem abban rejlik, hogy a halála után meg tudott jelenni, és eljuthat az olvasókhoz, az érdeklődőkhöz. Ez a néhány írás, tehát ezt nagyon sokan várták. Ennek a könyvnek szerintem a kulcsa az, vagy a sikerének a kulcsa az, hogyha kezedbe veszel a könyvet, akkor egy kicsit olyan, mint hogyha vele beszélgethetnél. Tehát ez amikor édesapával le lehetett még ülni a tábortűz mellé, és a fatuskókon egy-egy pohár borral ücsörögve körbevették a vadász vendégek, vagy a fiatal kollégák, és akkor azt mondták, hogy Jani bácsi, mesélj el azt, amikor. És akkor Jani bácsi elmesélt, és akkor meséljen megint, és Jani bácsi elmesélte. Vagy ha valaki felhívta, és tanácsot kért, akkor lehet, hogy nem konkrét tanácsot adott, hanem elmondta, hogy vele egyszer mi történt. És ez a könyv szerintem ennek a lehetőségét hozza vissza. Nem tankönyv, tehát nem szeretett volna semmiképp tankönyvet írni, az biztos, de vannak finom sugallatok, finom utalások arra, hogy ő mit, hogyan gondolt megfelelőnek, hogyan gyakorolta az utánkeresést, hogyan tanította be, ugye a Béda kutyának a bevezetése konkrétan belekerült, és akik szeretnének még tőle hallani, vagy tanácsot kérni, ők használhatják tulajdonképpen erre ezeket az írásokat. Volt barátoknak, kollégáknak nyilván a megélt élményeknek a felidézése, hiszen jelen voltak, és vannak, akik vadászaton kívül, tehát akár az én baráti társaságomból, köreimből kézbe vették ezt a könyvet, és így megismerhetik mondjuk az édesapámat, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kapok ebből az irányból, és aminek meg aztán tényleg kifejezetten örülök. Tehát akár laikusoknak is ez egy kellemes olvasás élmény lehet ez a könyv. Ugye Apudat a vadász sokan ismerik. Igen. Ikonikus alakja a mai kortárs vadászatnak, de milyen volt ő odahaza? A család szempontjából is fontos szerepet töltött be a tevékenysége? Hát az én életemben abszolút elválaszthatatlan volt az ő hivatása a családi élettől. A testvéreim már városban születtek, nekik azért szerintem más a kötődésük az apu hivatásához, de ugyanúgy szoros, azt el lehet mondani. Én azt gondolom, hogy ha
valakinek az apukája autószerelő, vagy netalán asztalos, vagy ötvös, vagy bármi, akkor természetes lesz számára, hölgyek számára is, akár mondjuk az olajszag, vagy szeretnek autót vezetni, vagy versenyeznek. Tehát az én életemben ugyanez volt a vadászattal kapcsolatban, hogy ez annyira természetes, hogy az édesapám vadász, és a mindennapjaink úgy zajlanak, ahogy egy hivatásos vadász hajnalban kell, késő éjjel jön haza, napközben járja az erdőt. Ami különleges volt talán még ott régen, hogy nem voltak mondjuk szomszéd gyerekek. Tehát, hogy az apukám volt nagyon jó barátom is egyébként. És akkor azok voltak a játékaink, ami az ő szakmájához kötődött. Tehát elmentünk együtt szemes kukoricát szórni, vagy elmentünk együtt hallgatózni, vagy hazajött az erdőből, és akkor gyufáskatujába Szent János bogarat hozott, hogy megmutassa, vagy én magam gyűjtöttem szarvasbogarakat, és azoknak készítettem babaházat. Vagy mondjuk, ami nekem ilyen nagyon emlékezetes és örökre beivódott, Galgamácsán, tényleg a csúzirét fölött volt ez is, szerpentinen tanított megvezetni, ott vezettem életembe először UASZ-t, és az úgy zajlott konkrétan, egy édesapa beültetett a volán mögé, és akkor azt mondta, hogy az autóvezetésnél az első pedál, amit meg kell tanulni használni, ez a fék. Ez is azért rá egy ilyen nagyon jellemző momentum szerintem, hogy ez a fék, és akkor üresbe raktam ugye az UASZ-t, és akkor elindultunk lefele a szerpentinen, és akkor nekem semmi más nem kellett, mint kormányozni, megfékezni 10 évesen. Aztán ez annyira tetszett, hogy nem álltunk meg a csúziréknél, és akkor egészen a szolgálati lakásig hazavezethettem. Hát az anyukám majdnem infarktus kapott. De hát erről, tehát hogy a család élete az ugyanarról szólt, mint a szüleim hivatása. Vagy a konyhában voltam, hiszen az anyukám vadász vendégeknek főzött, vagy valahol, ha lehetőség volt rá, akkor részt vettem az apu munkáiba, elvitt magával, és akkor aztán felnőttként is, ugye én jártam gimnáziumba, egyetemre, elkezdtem dolgozni, de hát amikor otthon voltam, a nyári szünetek voltak, hogy felnőttként hazatértem, akkor ugyanez ment, tehát Bédán is kimentünk az erdőre, lestük a szarvasokat, kimentünk együtt vadászni, ott voltam vele egyéni vadászaton is egyébként. Az utolsó időkben aztán Csurgón is ugyanúgy szarvasbőgésre, meg sózókat töltöttünk fel, amikor a csurgói területet jártam vele. Maga a vadászat, a vadűzés az megérintett egyébként? Tehát vadászol? Mondhatom, hogy igen. Itt megint eszembe jut ez a Fővadász című film, ahol megkérdezték őt, hogy neki milyen tervei vannak, és mit szeretne a gyerekeivel kapcsolatban, és egy elég határozott választ adott erre. Engem nehéz szerintem a vadászattól tudatosan távol tartani, mert tényleg ebbe születtem bele, és akkor elmentünk kiskoromba erdőt járni, akkor nyakamba akasztott egy kis távcsövet, és természetesen esténként, hogyha jöttek a rokonok, barátok, kollégák, leültek az asztalhoz, ott a gyerekek azért csöndbe maradnak, de ugyanúgy mustrálják a frissen vásárolt fegyvereket, vagy a távcsöveket, vagy a lőszereket látják hozzá. Tehát ebben nőttünk fel, és ez belédivódik tagadhatatlanul. Voltak nekünk ilyen kisebb cívódásaink, mert amikor édesapám az utolsó fél évét nálam töltötte a fegyvereinek a sorsával kapcsolatban, avval kapcsolatban, hogy én vadászok-e, vagy sem, hogy letegyem a vadászvizsgát, és akkor ilyen legyintések és elodázások. De a szüleimre egész életemben jellemző volt, és azért nagyon hálás vagyok, hogy mindig hagytak nekem szabad döntési lehetőséget. És édesapám a halála után hagyott erre nekem lehetőséget, hogy szabadon döntsek. És felnőtt fejjel 20-21-ben tettem le a vadászvizsgát. Szerintem egy barackot nyomott a fejemre, értettet, hogy toris. De az utolsó bejegyzett lőfegyvere az hozzám került, és amikor kézbe vettem, akkor tudtam, hogy ez egy üzenet. És igen, mondhatom, hogy vadászom, ami vonza a vadászatban, az még mindig továbbra is egyébként menjünk ki hallgatózni, nézelődni,
tehát ami mindig is akkoriban volt. És akkor anyukám szokta mondani, ne legyek álszerény. Nem vagyok, tehát vadelejtéssel kapcsolatban is vannak vágyaim, de így a saját tempomban járom most már enyedve az utamat. Végezetül, hogy aki kedvet kapott a könyvhez, hol tudja megvásárolni? A könyv kiadásában a Vadászati Kulturális Egyesület segített, tehát az ő gondozásukban jelent meg, és a könyvvel kapcsolatos munkákért Dénes Ritának lehetünk nagyon hálásak, így a Dénes Naturműhely még, akik forgalmazzák ezt a könyvet, és az ő elérhetőségeiken, akár az interneten rájuk keresve, e-mailen, telefonon keresztül megrendelve, vagy a Dénes Naturműhely webshopjában elérhető. Lesz még könyv? Ez egy jó kérdés. Nem szeretném most, hogyha lenne másik könyv, de azt sem szeretném, hogy a még meglévő írások, amik más témában íródtak, örökre azt a fiókba maradjanak. Keresem a módját annak, hogy olvashassák többen őket. Köszönöm a beszélgetést! Köszönöm szépen én is!